Én azért szerettem volna beszélni erről a dalról, mert nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, de én annyira bájosnak gondolom. Szerintem mindenképp... Inkább bajos. Bajos, sejtettem, hogy neked nem fog tetszeni, és ez egy tök jó párbeszéd lesz így. Jól érzem, hogy neked ilyen Szandi vibe-okat ad ez a cucc. Hát, azért annál több. Cseri Anna bácsi című számáról beszélgetünk. Nyomorult idiotizmus, tudod? Nyilván benne van ez a szánakozás az öregeken, és ez a szánakozás az öregeken, ez tulajdonképpen egy ilyen szórakoztatási faktor, de sokszor a rím kedvéért hülyeségeket, tehát tudod, Ákhegyen, milyen Ákhegyen? Hülyeség. Hülyeséget beszélsz, tudod, repül a bálna, beleköpök a Nagy Dunába, bármi jó, csak rímeljen, érted? És akkor minden hülyeség mehet. Szerintem nem szánakozás. Szerintem se, és majd elmondom. Nagy méretű kutya vagyok. És a kettő között különbség van, és szeretet. Gúnyolódás. Nem tudom, szerintem néhol nem helyén való ennek a számnak a szövege, és nem egyeztethető össze néhány mondani valója azzal a hangulattal, amit a zeneisége teremt, de ettől függetlenül szerintem milyen szeretettel teli. Szeretettel? Mi az, hogyha ha nem iszik, és még csak nem is rákbeteg, akkor elmondom, hogy mik azok a like jelek. Igen, azt... Tudod, ez van tele szeretettel? Ezen a ponton nem helyén való, én is erre ezen gondolom. Ezen az egy soron vagyok, én is amennyiben az illető rákbeteg, akkor már minek beszél róla az informatikáról? Lehet nem is érti először. Ja, de tudod, arról van szó, hogy itt ennek a szituációnak kétféle kimenetele van. Az egyik az, hogy a fiatal nemzedék lesajnál téged, és papika, tessék idejönni, megmutatom a like jeleket, a másik a rák. Tessék választani! Elmondom, miért tetszik ez nekem. Szerintem magyar nők tízezreit érintheti ez a Mácsai Pál szexualitás, tudjátok, amikor ilyen idősebb, bolondos, művelt férfiakhoz vonzódnak. Na most ez az apa komplexus honnan fakad, és szerintem erről beszéljünk, hogyha nem a gyermeki létbe való visszavágyódástól. Ilyen módon ez a dal gyermeki. Lehet úgy is mondani, hogy gyermeteg, nem érdekel engem, én nem akarok így a szavakon rugózni, de én ezt teljesen gyermekinek érzem. Serdülőkori. Nagyon is serdülőkori. Ez nem a gyermek. Ez már az a serdülő, amelyik összeröhög a vén szenilis nagypapa háta mögött. Mire alapozod? Hát a szövegre. A szövegre, ami itt zajlik, tudod, üljünk le egy asztalhoz minden nap, mesélj el, hogy milyen volt 56. Tényleg érdekli őt, hogy milyen volt 56. Hát éppen ellenkezőleg. Nem. Rohadtul unja, rohadtul nem érdekli. Pontosan tudja, hogy a nagypapinak ez az 56 dolog, ez fontos. Na, papika, mesélje, milyen volt 56. Bizonyára érdekel. Jó, de egyébként tartozik egy klip is ez a dalhoz, amit egyébként érdemes megnézni, mert szerintem az tök jó lett. És nagy méretű kutya vagyok. De várjál már, hadd mondjam már el. Na, és hogy én például ezzel kapcsolatban, hogy meséljel, hogy milyen volt 56, tényleg egy olyasmit érzek, hogy igen, igazad van abban, hogy nem feltétlenül érdekli itt a lírai ént 56. De teljesen mindegy neki, hogy miről beszél. Beszéljen arról, hogy milyen paprikát termeszt a kertjében. Na, így viszont már értem. Tehát papika, engem szexuálisan vonzanak az öregek. Mesélj el, hogy milyen volt 56, én magamhoz nyúlok közben, és nekem jó lesz. Nem tudod, ez a szituáció, hogy így ez már értem. Ez a közeledés, ez ilyen jelleg. Tényleg nem értesz egyet, én nem, ezen a ponton kapcsolódtam rá a Robira. És akkor mi van? Hát pont ettől izgul föl, hogy bácsinak hívja. Jó, de most nyilván ez nem ennyire explicit, mint ahogy mi itt ezt most kimondjuk, de alapvetően ez az apa komplexus. Én azt érzem, erre próbál meg reflektálni. És igen, túlzó a szöveg, gyermeki a szöveg, de itt nem arról van szó, mint mikor azt mondjuk, hogy lelkemet eladnám egy csókodért, tudod, azt hiszem, hogy ti beszéltetek egyszer erre, hogy ez mekkora hülyeség. Igen, abban a kontextusban hülyeség, amikor a lírai én megvallja tartalmilag is, hogy ő itt most egy gyermeki pozícióba kíván helyezkedni, de hát mit csináljon, hiszen ő már 30 éves elmúlt. De. Találni kell valakit, aki az apjával egy korosztály, és akkor neki mond ő, mint kisgyerek ilyen hülyeségeket. De nem kisgyerek, hogy... nem kisgyerek. Az átviszlek Tűfokon és Ághegyen, ez egy, tudod, ez egy ilyen önmagából kifordult romantikus szólam. A romantika meghasonlik önmagával, és átmegy gúnyba, ez nem gyermeki beszéd. De én nem értem, hogy mire alapozod ezt a gúnyt. Hát átviszlek Tűfokon és Ághegyen. Ilyet nem mond egy gyerek egy felnőttnek. Nem mond a nagypapájának. Amikor a gyerek megvallja a nagypapájának, hogy szereti, akkor nem azt mondja, hogy bácsi, a szereteted jár nekem, meg hogy én téged átviszlek Tűfokon és Ághegyen. Meg nem azt mondja, hogy...
hogy a hosszú élet titka pont, hogy én vagyok, velem csak úgy repülnek az évszakok. Nem mondja, de gondolja. Tehát az, hogy átviszlek Tűfokon és Ághegyen, ez pont egy olyan gesztus, amit egy kisgyerek nem bír magától megfogalmazni. De az, hogy tehát mit tudom én, ti nem játszottatok ilyet kiskorotokban anyukátokkal, hogy azt mondtátok, hogy hogyha nagy leszek, te leszel a feleségem. Pedig egyértelmű, hogy nem veheted el anyádat feleségül, vagy hogy ja, hogy nem veheted el anyádat feleségül, igen. De hogy attól még megvoltak ezek a gesztusok, amik ben mi azt gondoltuk, hogy ez átviláglik. Most mindegy, hogy Tűfokon és Ághegyen viszlek át, lehet, hogy csak a rím kedvéért van, hogy Tűfokon és Ághegyen. Nem az a lényeg, lehet, hanem az a gesztus, hogy tűzön vízen átmegyek, érted? Nehéz feladatokon, mert a Tűfokán is ugye nehéz betalálni, nemhogy átmenni, az Ághegy, meg tudod, ez a merülő háló, vagy az a csónakról látsz ilyet belógatva, ilyen V alakú. Izé. Az hogy, az Ághegy. Mindegy, a lényeg az, hogy háló. Igen, hogy egy háló, hogy a kiszabadítalak a fogságból most. De vajon ennyire komolyan kell bevenni minden szavát, mert onnantól kezdve, hogy két élőlény, akik közül az egyik legalább egy bácsi, átfér egy tűnek a fokán, vagy hegyén, vagy a lyukán, vagy az akármilyen, onnantól kezdve már a többiben sem vagyok meggyőződve. Ennek ellenére előadnám a megfigyelésemet, miszerint ezt Pandacsöki Boborján adja elő. Azt mondta, ha te is emlékszel, Robi, a Dolágsali azt mondta a Pandacsöki Boborján karakterről, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen hosszúfülű kutya lelkületű valaki, aki éppen figyel rá, de mi ez az érdekes izé itt, és tudod, szagot fog, és ilyen ADHD-se egy kicsit, már egy perc múlva már valami más érdekli, akármilyen lelkes is volt, és hogy ő itt ölebbnek nevezi magát, nyilván nem kell minden szót szó szerint érteni, de azt mondja, hogy ő egy nagyméretű kutya, mégis ölebb, ami a természete, tehát ő tulajdonképpen jelenthetne veszélyt is, de nem. És amikor azt mondja, hogy te is voltál fiatal, és én is öreg, az azt jelenti, hogy mindketten öregek vagyunk. Tehát, hogy én egy öreg kutya vagyok, aki a parkban ugyanolyan egyedül van, mint a bácsi, aki egyedül ül, és mi megtaláljuk egymást. A csajom mesélte, volt egy munkán, ahol mindig másokkal találkoznak ilyen filmforgatáson, és ő ott az egyik csajszi látta, hogy az egyik ilyen őszes hajú, mit tudom én, 70-es bácsi egyedül eszik egy padon. És így mondta, hogy ő nem bírja nézni, amikor öreg bácsik egyedül esznek, hogy annyira oda akar ülni beszélgetni velük, mert hogy az egyedül léte. Nem tudom, miért bácsi. Szánalmas. Ugyanakkor nem tudom, hogy szánalmat érez. Hát azért, hogy szánalmat. Szánalmat társaságot akar simán. Szánalmat érez, és együttérzés. Jó, akkor hívjuk de, így, de, hogy együttérzés. Szánalomban van egy pici megvetés. Nincs. Nincs. Ha jó, nem. Valójában nem kéne, hogy legyen. Azt már mi rakjuk bele. Az, hogy szánakozol valamin, az az együttérzésednek a jele. Most én csak azt nem értem, Dávid, hogy a hallatlan stílusérzékeddel, meg érzékenységeddel, hogy nem érzed a vicces és bölcs tatának tetszik lenni sorban a gúnyt, meg a lekezelést. Ugye pont arról van szó, hogy a bácsi nagyon nem szexi. De én most megjátszom, hogy én, tudod, nekrofil vagyok. Jaj, az gerontofil. Gerontofil. Győzzük csak kivárni. Igen. Tulajdonképpen a gerontofil az a türelmetlen nekrofil. Mondd el az eredetét. Jó, de várjál. Szóval, hogy arról van szó, hogy a bácsi az nagyon nem szexi, de én most megjátszom a gerontofilt, hogy, és úgy csinálok, hogy a bácsi mintha szexi lenne, és ezáltal a bácsinak a nem szexisége fölött, az épp ellenkezőleg a nagyon nem szexisége fölött gúnyolódom, úgy téve, mintha ez szexi lenne, és mintha én most erre gerjednék. Az és az te igazság. Ezt nem érzed, és te a szeretetet érzed ki ebből. Én azt érzem ki azért, mert én nekem az a megfigyelésem, hogy most te azt mondod, hogy a bácsik azok nem szexik. De tudod, hogy így rengeteg olyan emberrel találkoztam életem során, akik közül több most is itt van a közvetlen környezetemben, nem rátok gondolok, hanem a szerkesztőkre, akik szerint a bácsik azok nagyon szexi. De ha szexi a bácsi, akkor, és tényleg szexi, akkor tudod, a vicces és bölcs tatának tetszik Elmondom, miért van. Én azt veszem észre, hogy az apa komplexus az abból fakad, hogy egyszerre lehetsz egy kapcsolaton belül gyerek és szülő. Mert neked kell a másik gondját viselned, ugyanakkor ő az, aki bölcsebb és idősebb.
nálad. Itt egy nagyapa komplexusról beszélünk ebben a számban egyébként, de bocs, amikor azt mondja, és azért itt érezni, hogy vagy gúny, vagy saját magát vicc, magából csinál viccet, hiszen egy nem létező bácsiról beszélünk, de lehet, hogy az összes bácsi meghallgatja ezt, akkor nem tetszene neki, azt mondja, hogy tatának tetszik lenni, próbáljon valamivel megtisztelni. Tehát éppen tiszteletlen vagy a megnevezését illetően, és ugyanabban a mondatban kifejezett, hogy te igényt tartanál némi tisztelet. De a Dávid még mindig nem érzi. Azért nem érzem, mert nem akarom saját magamat ismételni, de egyszerűen mindenre, amit mondotok, azt tudom mondani, hogy igen, nagyon gyermeki. De nem egy ilyen coffos pimasz kislányt képzeltek el, aki azt mondja, hogy én vagyok a hercegnő, nekem ezt most így kiár. És hogy nem én egy középiskolás serdülőkorú lányt látok, aki ezen gúnyolódik, meg nagyon jól szórakozik a barátnőivel, és egyáltalán nem gerjednek a bácsira. Szerintem ez nagyon-nagyon megalapozatlan. És tudod, ez az asszociáció, hogy az idősebb az bölcsebb. Tudjuk, papi, hogy az idősebb az bölcsebb. Tapasztalt nagypapa, meséljen nekünk a tapasztalatáról, és tudod, minthogyha ezt komolyan elhinnénk, hogy attól, hogy vén vagy, attól te bölcs vagy, és mintha tudnál bármi érvényeset mondani nekünk, amit mi az életünkben hasznos tudunk a TikTokon, vagy az Instán, vagy azokon a felületeken, amiket a nagypapa annyira nem ért, hogy el sem magyarázzuk le. Nem lesz rákos, elmondom, jó? Jó, de tudod, hogy ez nyilván nem az összes bácsinak szól ez a dal, tehát itt kiveszünk. Hanem a szexi bácsinak. Hát nem erről beszélek. Clint Eastwood bácsi. De mondjuk Clint Eastwood. Na de azt akartam mondani csak, hogy szerintem itt kiveszi a alapból a kalapból még például az alkoholista idős embereket. Na most ugyanígy, amikor azt mondja... Mert azok fiatalon meghalnak. De ugyanígy, amikor az azt mondja, ahhoz, hogy bácsinak kell lenni, amikor... hogy bácsit tiszteljenek benned, azt meg is kell élni, fiam. Na, legyünk irodalmiak. Mit tudsz te erről? Tehát amikor a lírai én megszólítja ezt a fiktív bácsit, akit ő maga úgy ír le, hogy vicces és bölcstatának tetszik lenni, azzal már szűkíti ezt a keresztmetszetet, hogy igen, a bácsi nyilván feltétel, ez a dalnak a címe. Farkasházi Tivadar már nem lehet. A vicces vagy a bölcs miatt? Egyik miatt sem, mindkettő kizárja. Ja, én nem erre gondoltam, Robi. Hanem mert olyan fiatalos. Igen, arra. Mondjad, Dávid, ne haragudj, hogy félbeszakított a Robi. Köszönöm szépen, nem sértettem meg. Van egy ilyen Budapest báros sanzon hangulata, és ja. Tudod, az nekem ahhoz illik, hogy ezt a panda csöki boborján énekli, miközben kutyának képzeli magát, de ahhoz nem, hogy azt mondom, hogy amennyiben rákosnak tetszik lenni, akkor nem jár az informatikai ECDL tanfolyam, mert már arra a rövid időre én minek szeressem, és minek tanítsak meg bármit, és ez egy ilyen kegyetlen kijelentés, de közben meg ha mindenkibe beleköltözik, aki ilyeneket mond, mert több rettenetes dolog is elhangzik kedvesen ebben, akkor meg ez egy ügyes gyűjteménye arról, hogy mi, de nem akarom kimenteni, csak ezzel ki tudnám magyarázni, úgy, mint a Zalatnai saját magát a konyakos meggyel, hogy milyen szépen összegyűjtötte azokat a sértéseket, amiket amúgy mosolyogva mondunk. Az összes pénzemet elégetném, kölcsönt is felvennék, ha érezném. Jó. Fogalmaz. Talán csak nem az attól humoros ez, hogy a bácsi annyira értéktelen, ha utánam dobnák se kéne, és e fölött ironizálok azzal, hogy az összes pénzemet elégetném, csak hogy a tatának az aszott bőre az enyémhez érjen. Tudod, ő maga is csoda, hogy el nem röhögi, miközben előadja. És te meg még mindig komolyan veszed. Azért, mert jó, akkor ismétlem önmagam, tehát hogy kinek ennyire értéktelen a pénz, hogyha nem egy 5 évesnek, aki nem érti, hogy miközben anyának ott van a 10 nem értéktelen, nem értéktelen nem meg a Kinder tojás. Lyukas 20 filléres nem adna az öreg emberért. Figyeltél a példámra? Ezt akarja kifejezni ezzel. A példámra? De érted? Nem igaz, hogy értéktelen neki a pénz. Azt fejezi ki ezzel, hogy az öreg hallatlanul értéktelen, és e fölött gúnyolódik azzal, hogy a világ minden pénzét elégetném, csak hozzáérhessek. De ezt nem tudom, hogy mire alapozod, mert hogy hallom, amit mondasz. Minden sorából süt a gúny, arra. Jó, akkor menjünk bele, bár szerintem ugyanúgy
csoki, facukor, farágó, becsípta a pöcsömet a daráló, szépen kimentettem ezt a káromkodást. Nem sikerült. Tehát szerintem ettől függetlenül nem igaz, amit mondasz, de akkor menjünk bele. Mi van, hogyha ez a dal, ez ezt akarja mondani? Akkor tetszik neked, hogyha ez egy ilyen ironizáló, beszólogató, kemény, kedős, nincsen sportértéke a bácsival gúnyolódni, és azon ironizálni, hogy a 92 éves öregnek az ott a bőre, és nem kívánatos, és nem szexi, és büdös, mert öreg szaga van, hát, tudod? Nincs sportértéke. Úgy pláne tudod? Nincs sportértéke, hogy ez nem egy duett, ahol a bácsi is beleénekel, hogy kislányom, takarodjál anyádba akkor. Tehát, hogy azért az segítene, hogyha megszólalhatna a bácsi, és a bácsit egy bácsi írta igen, volna de, meg. Tudod, akkor már erre ilyen Ihos József színvonalat kiáltanék én is. Bocsánat, a néve elhangzásakor egy perc néva gyász szünetet kellett tartsak, mert ez viszont a semmiből jött most, hogy Ihos Józsefet itt. De ő néni, ugye, nem bácsi. Ja, tényleg, igaz. Úgyhogy ne keverjél basszus, itt nekem. Basszus, igen. Mennyire progresszív a... Így a igen. Csak valamire nagyon ráérzett, nagyon 11 korán. Után lehet adni. Azt mondja itt a dalban, hogy egyszer hallottam, azt mondták egy reklámfilmben, kislány, a szeretet az nem jár ingyen. Ezután következik a pénzégetés, de Robi nem a világ összes pénzét, mert akkor ez egy James Bond film lenne, hanem csak a saját összes pénzét szeretné elég. Nem terroristáról beszélgetünk itt az alkotó személyében, hanem mindössze nem ezeket a világi hívságok, ezeket nem szédíti ki az útjáról. A világ összes pénzét el akarná égetni, az egy mondás lenne. Innen látszik, hogy koncepció a refrén, vagy pedig a refrénből következett ez a verze, mert a refrénben az van, hogy a szereteted jár nekem, és az a kérdésem nekem, hogy a jár nekemből következett az, hogy Ághegyen, mert akkor az talán rímel a jár nekemre, de semmi értelme, vagy a Tűfokon és Ághegyen az akadályok az neki fontos volt, és abból jött, hogy jár nekem, és amikor leírta, hogy jár nekem, akkor azt mondta, hogy na, akkor ezt alá kell támasztani, úgyhogy a verzében vissza fogunk emlékezni arra a reklámra, ami szerint nem jár ingyen. És ez már túl szövevényes ahhoz, hogy ne fordítva legyen. Szerintem emlékszik egy ilyen reklámra, és ennek kapcsán azt akarja mondani a refrénben, hogy jár nekem, és ez egy tök fura állítás, hogy ez ugyan miért járna a szeretete? Hát idegen bácsikról beszélünk. Senki nem keres rímpárt egy értelmetlen szóhoz. Az értelmes szóhoz talált értelmetlen szó szokott lenni az igénytelen költő rímpárja. Tehát ahhoz, hogy Ághegyen nem fog rímpárt keresni, mert eleve az Ághegyennek nincs értelme, egyetlen magyarázat értelme van rá, az. Hogy bekerüljön a versbe, az, hogy rímel arra, hogy jár nekem. Tehát nyilván nem az Ághegyenre, az értelmetlen szóhoz keresett egy rímpárt, és mekkora szerencséje volt, talált is egy értelemmel bíró szót. Én nem így szoktam írni, és szerintem kevesen. Ti láttatok már Arany János kéziratot? És Ady Endrét. Azért akarom ezeket összehasonlítani, mert hogyha megnézitek, akkor az Arany János kéziratok azok tele vannak firkálással, húzogatással, kis lapszéli jegyzet, és hogy így ki kell belőle bogarászni, hogy mi az, ami megvan. Ellenben Ady például fejben írt verset, és miután az megvolt neki így fejben, leírta egyben az egészet, és szinte nem is találunk benne javításokat. Most én verset vagy dalszöveget írni szerintem nem úgy kell, hogy leírsz egy sort, az kőbe van vésve, és keresel rá. Tehát úgy lesz egy rím, hogy előbb van a pár egyik tagja, és ahhoz keresed a másikat. És az, amelyik előbb van, ha az kettő közül az egyik nem értelmes szó, akkor az mindig a második. A másodjára kényszer hatása alatt talált rímpár, mint az első, ahol nem kényszerít, határozza meg, vagy nem szűkíti be a mozgásteredet semmi, ennek megfelelően bármit írhatsz, alig ha fogod az értelmetlen szóval kezdeni, és ahhoz te keresni egy értelmeset, nem? Igen, de nekem a kontextus itt megteremti, tehát hogy igen, mondjuk fogalmam sincs, hogy mi az, hogy Ághegyen. De azáltal, hogy megpróbálom a kontextusban értelmezni mondjuk a sort, és most muszáj ide citálnom azt, hogy gyermeki, mert amikor azt mondod, hogy te mondjuk a hangzásvilága vagy azért, mert tudod, hogy ezt egy felnőtt nő énekli, így azt projektálod bele, hogy ezt egy gimnazista
gimnazista énekli, aki így összerőg a háta mögött, az nekem valahol tényleg ilyen nagyon furcsa dolog tőled, mint hogyha azon lennél kiakadva, hogy a belga azt próbálja nekünk előadni, hogy ők ennyire örülnek a benzinkúton, hogy jaj, de jó itt a kúton, olyan vidám mindenki, és ez egy lírai én, ez valaki, aki egy szerepbe belehelyezkedik, és abba se vagyok biztos, tehát, hogy ettől függetlenül simán lehet a szerzőnek apa komplexusa, hogy a saját dolgát írja meg. Nagyapa komplexusa. De teljesen mindegy. A méret nem számít, hogy mekkora apa. A belgára vonatkozó analógia azt nem nagyon nem áll meg. A belga az semmit nem vesz komolyan, és nem gúnyolódik, hanem magára alkalmaz egy bizonyos, szociálisan nagyon gyakori, jellemző, jellegzetes attitűdöt és szerepet. De ő is egy attitűdöt azt, hogy ne nézzét tapasztatjuk nem a, díjas. Igen, na az a ne nézzét tapasztatjuk neki díjas. Az a bácsia. Igen, csak tudod, ő nem a belga, a soha nem így gúnyolódik, hanem az belemenős. Az fölvesz magára egy szerepet, az, és minden, ami azzal a szereppel jár, azt alkalmazza magára a belga, illetve annak a három tagja közül, amelyik éppen szövegel. Ezzel szemben itt, ebben a konkrét helyzetben szerelmet val, pedig épp az undorát fejezi ki, és hát ez az irónia tárgya. És hát tudod, az a fiatal, amelyiknek ez a történés az életében, hogy a vénember az ronda, meg a vénember az ráncos és büdös, tudod, hát az találhatott volna magának akár a saját nemzedékében valami élményt. Szerintem ez az értelmezés légből kapott, és én nem érzem, hogy gúnyolódna.